Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban olyan mondhatni megdöbbentő dolgokat fogok bemutatni nektek, amelyeket nem máshol, mint különféle erdőkben találtak. Jó, ez nem félelmetes videó. Ha jól láttam, ezt az ötletet is többen többször is írtátok már, úgyhogy most, hogy találtam hozzá, vagyis ugye a témához egy-kettő számomra érdekes dolgot, ezért hát ideje volt elkészíteni a videót. Ja, és természetesen nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt az ötletet. Egyébként, hogy őszinte legyek, mikor nekilendültem, azt hittem, hogy elég sok érdekességet fogok találni, csak úgy dúskálok majd a dolgokban, ám ez nem így lett, viszont ettől függetlenül, azért, ahogy az előbb említettem, csak akadt egy-két dolog. Lássuk is őket. Negyedik. Lépcsők. Nos, a lépcsőket nem igazán mondhatnánk megdöbbentő dolgoknak, ugyanis minden nap találkozunk, vagy találkozhatunk velük, akár ugye erdőkben is, ám más egy olyan lépcső, aminek van funkciója, mint egy olyan, aminek nincsen. Több képpel is találkoztam, amelyeken ilyen mondhatni funkció nélküli erdő közepén magányosan áldogáló lépcsők láthatóak. Elképzelhető, hogy egyes ilyen lépcsőknek egykor megvolt a maguk szerepe, ám a napjainkban már csak furcsa látványnak számítanak. Nos, az érdekesség ezekkel a lépcsőkkel, vagyis ezen lépcsőknek egy részével kapcsolatban, hogy egyes emberek azt állítják, hogy különféle erdők mélyén, lakott területektől akár több tíz kilométeres távolságra is találkoztak ilyen lépcsőkkel, és bizony ezek a lépcsők nem csak furcsa látványt nyújtottak a számukra, hanem kellemetlen érzéseket is keltettek bennük. Vannak egyébként olyanok is, akik azt állítják, hogy kirándulások alkalmával a saját otthonukban található lépcsőikkel találkoztak. Mivel a legtöbb történet nincs képpel vagy képekkel bizonyítva, ezért sokan kitaláltnak tartják ezeket a történeteket, ám mint ahogy már ti is láthattátok, azért akadnak képek. A lényeg, hogy akadnak olyanok is, akik úgy vélik, hogy ezek a lépcsők átjárók lehetnek más dimenziókba, vagy éppen más természetfeletti erővel rendelkeznek, ám vannak olyanok is, akik úgy vélik, hogy ezek a lépcsők egykori épületek még megmaradt részei lehetnek. Mindemellett olyanok is akadnak, akik úgy vélik, hogy egyes lépcsők különféle szekták vezetői számára épülhettek. Ugye szónoklás vagy prédikálás céljából. Lényeg a lényeg, ilyen lépcsőket látni az erdőben fura dolog lehet. Elkészült már a lépcső. Építettük mi azt a főnök, csak hát közben elejnőtt egy fa. Harmadik. Autók. Nos, az autókat a lépcsőkhöz hasonlóan szintén nem mondhatnánk megdöbbentő dolgoknak, ugyanis nap mint nap találkozunk velük, akár erdőkben is, ugye a kirándulásoknak, piknikezéseknek vagy éppen munkának köszönhetően, plusz ott vannak az autótemetők is, ám nem mindegy, hogy az ember egy kirándulni indult család autójával találkozik, vagy egy erdő közepén álló, elhagyatott autóval. Megeszlek. Egy foga van előre, azt is tombolán nyerte. Többek között például fura lehet egy patakban szabálytalanul parkoló autót látni az erdőben, vagy éppenséggel fura lehet magát a Batmobilt látni az erdőben. Hát néha magának Batmannek is cserélnie kell a járgányát. Nos, a képek nézegetése közben egyébként összefutottam egy történettel, amelyben két amerikai tinédzser 2017 márciusában az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül is egy erdőben, a képen látható elhagyatott autóra bukkant, a tinédzserek ezt követően körül is néztek az autóban, amiben találtak egy törzsvásárlói kártyát, amelyen szerepelt egy név, és amely névnek még a helyszínen utána néztek. Magyarul felcsusszantak a netre. Kiderült, hogy az autó egy két napja eltűnt, idős bírójé volt, akit a rendőrök a tinik segítségével hamar meg is találtak, és akinek a leírtak szerint, gondolom a kimerültségen és egyéb apróságokon kívül semmi baja nem volt. A bíró az elmondások szerint egyébként elakadt az autójával, majd eltévedt az erdőben, és hát így sikerült két napra eltűnnie. Második. Sziklák a fákon. Nos, sziklákat találni egy erdőben már megint nem egy megdöbbentő dolog,
ám ha ezek a sziklák, amelyek egyébként igen méretesek, a fák tetején vannak, akkor már egy cseppet érdekesebb a dolog. Legalábbis szerintem, ugyanis, hogy őszinte legyek, túl sok mindent nem találtam erről a sziklás dologról, de lássuk a lényeget. A lényeg, hogy az Amerikai Egyesült Államok Indiana államában található egy Yellowwood State Forest nevet viselő erdő, amely igazából semmiben sem különbözik más erdőktől, azt leszámítva, hogy három az erdőben található fa tetején méretes sziklák honolnak. Az érdekessége a dolognak, hogy a sziklák a becslések szerint olyan 90 kilósak lehetnek, amely bár nem a világ vége, de mozgatás szempontjából ez igencsak jelentős, főleg ha azt is megnézzük, hogy az egyik szikla egy valamelyest több mint 24 méter magas fának a tetején található. Ahogy a képeken is látszik, nyilván nem a legtetején, de azért elég magasan van. Természetesen sok elmélet született arról, hogy a sziklák miként kerültek a fák tetejére, vannak akik a földön kívüliekre, vannak akik tornádókra gyanakodnak, sőt olyanok is akadnak, akik úgy vélik, hogy mindez néhány egyetemista műve. Nos, a sziklák bárhogy is kerültek a fák tetejére, mondhatni igen különös látványt nyújtanak. Első, bálna. Na, ha valaminek tényleg nincsen keresnivalója egy erdőben, az nagy valószínűséggel nem más, mint egy bálna. 2019. februárjában, Brazíliában néhány kutató éppen az Amazonas deltájának egy bizonyos pontján tevékenykedett, amikor is a környéken elterülő esőerdő fái között egy hosszú szárnyú, vagy más néven púpos bálna tetemére bukkantak. A leírtak szerint a kutatók a tetem felett köröző madaraknak köszönhetően találtak rá az óriási állatra. A 11 méter hosszú és ezzel egyben 10 tonnás tetem 15 méterre feküdt a parttól, ugye a fák között, ami egyébként két dolog miatt is megdöbbentette a kutatókat. Először is a leírtak szerint a bálnának már több ezer kilométerre kellett volna lennie a helyi partoktól, másodszor nem értették, hogy a bálna miként került ilyen messze a parttól, ugye be az erdőbe. A kutatók egyébként úgy vélték, hogy a még fiatal bálna elszakadhatott a társaitól, majd ezt követően valamilyen úton módon az Amazonasba keveredett, majd egy áradásnak köszönhetően az erdőben kötött ki. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, esetleg osszátok, és persze nem utolsó sorban, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a csengettyűt sem. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!